Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, csodálatos szerdát kívánok ismét egy játékbemutatónál, vagy játékbemutatóban, amikor is megnézzük a Pacific Drive nevezetű misztikus, túlélős, autós, fejlesztős videójátékot a játékállomás 5-ös konzolrendszeren. Szevasztok, üdv mindenkinek élőben, hello a VOD nézőknek is, ismét egy jó alvós műsor következik. Remélem, hogy kiválóan telik a hét, így a kedvenc napunkon is, a hét kellős közepén. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan csatlakoztatok. Szevasz, Levi, Nettus, Rarabanya, Mézonügynök, Girosz, Lusaszita, Gacs. Hello, hello mindenkinek. Hogy mint? Jó lesz ez a játszi állítólag egyébként, csak így csöndbe megjegyezném. Míg remélhetőleg mindenki ilyen nagy Final Fantasy várásokban van, nem csak én, hogy egyébként állítólag nagyon-nagyon király ez a játék, amit végre megnézünk ma, ha más nem, legalább egy ilyen bemutató erejéig, állítólag nagyon hangulatos, meg nagyon jó kis ilyen misztikus, sztoris, survival-ös, mindenféle finomság van benne, és egyébként elérhető PC-re, meg PS5-re is. Én most pont PS5-re tudtam kódot szerezni, úgyhogy majd meglátjuk az irányításhoz, hogy fog menni, de a lényeg az, hogy megpróbáljuk a hangulatot prezentálni egy ilyen kis, hát nem is tudom, poszt-apokaliptikus, titkos erdőben való bóklászással, de majd meglátjátok. Gratulálok mindenkinek, akinek megérkezett a kulacsa, és abból ő élvezheti a friss nedűit. Jobbulást mindenkinek, aki beteg. És elmondom-e a gyengébbek kedvére, hogy mit jelent a VOD? A VOD a Video On Demand rövidítése, azaz a bármikor megnézhető videóé, tehát az a YouTube nézőket jelenti gyakorlatilag. A Twitch az ugye élőadás, tehát az nem On Demand, azt akkor tudod nézni, amikor van. Az On Demand meg azt jelenti, hogy bármikor meg tudod nézni, tehát az utal a YouTube-ra. Végül is még nem tisztáztuk talán ezt soha, úgyhogy most már legalább tisztáztuk. Jó, de a videó szó mit jelent? Azt nem tudom, Hirgs, de a mozgóképre gondolok én, amikor ezt mondom a számmal. Egyébként lehet, hogy mást jelent, majd akik ezen a szakon tanulnak egyetemen, jó megmondják, hogy egyébként hivatalosan pontosan mit jelent a videó. Szia, Főni, amúgy is meg akarom venni ezt a játékot, de szerintem az íra a pontot ma felteszed. Köszi, hát meglátjuk, Boszkó. Nem tudom, hogy milyen lesz, én nagyon jókat hallottam róla. Majd kiderül, hogy egyébként mennyire jó. A vizuál plusz audio a videó. Hát, igen, tulajdonképpen így is fogalmazhatunk. Bár attól még valami lehet videó, hogy hangja nincs. Nem? Keverjük az audio-vizuális élményt most már azzal. Na mindegy! Nem tudom, hogy miért mentünk bele így ilyen fogalom zavarokba, de kötelező wikipédiai kirándulásunkat láthatták és hallhatták. Köszönöm szépen a támogatásokat is közben mindenkinek, srácok. Megbaszaurusz, köszi a 18 hónapot, az már másfél év. Vera, köszönöm a csírt és az üzenetet, és sok sikert, hajrá neked a melóhoz. Milnia, Famor, Lilcsi, gitáros lány, a Alien Killer Hun, sose megy elsőre, köszi neked is. Kyra, Jenny, Sebiklau, Anger Ryan, Drotter, köszönöm szépen, Dedicide, gratula a 4 évhez. Komoly. Komolyabb, mint egy kezdő párkapcsolat. Így van. Így van. Klárival nem érdekes veszekedni a cseten, Laci, mert ő egy bot, de egyébként lehet, csak mindig ő nyer, mert mély hallgatagságban elviseli bármit mondasz neki. Meg lehet próbálni, csak gondoltam, szólok, hogy nem érdemes. A videó szó latin eredetű jelentése lát. Ezt megtapsoljuk, parancsoljatok. Hát látjátok, ez megint egy kulturális stream. Hát megtanultuk egy szónak a jelentését. Most már csak a feliratkozás, a donation, a merch vásárlás szavak jelentet. Viccelek, nyugalom. Srácok, nézzük, hogy milyen lett a Pacific Drive. Egyébként a játék ára 30 euró körül van. Most hasra ütöttem. És még egyszer mondom, elérhető PC-n, meg PSN is, PS5-ön, úgyhogy ha valakinek megtetszik, akkor ott keressétek, de hát nézzük, hogy megtetszik-e, srácok, pereg. Örödöm. Nem tudom, hogy lesz-e Xbox-ra, Xbox-on van-e,
Nem, tehát amikor azt mondtam, hogy PC-n és PS-en van, az azt jelenti, hogy Xboxon, Switchen mikrohullámú sütő nincs, de legközelebb ki fogom majd emelni, srácok. Nem tudom, hogy meddig van exkluzivitás a játékon. Nem Sony stúdió készítette, tehát egyébként megjelenhet majd Xboxra, ha lejárt az exkluzív szerződése a játéknak. Szevasz, Sasa Krav! Üdv, üdv! Na most már azt mondják, hogy a videó görög eredetű szó. Egy stream se lesz elég, hogy ezt kiderítsük. No! Próbáltam itt beállítani a videójátszit, hát nyilván majd a hangerővel masszatolunk, de a lényeg, hogy egy hangulatos kis, nem tudom, képeslap vagy poster a fő menünk. Play. Egyes slot, start. Most már lámpát kapcsoljátok le, sötétítsetek be, mert most indul a misztikum. ...1947-ben az Olympia félsziget új technológia tesztelésére lett használva. Utópiát akartak létrehozni, és ez kezdett el terjedni, és az utolsó sorig nem jutottam el. A lényeg, hogy ezt a zónát 1955-ben a kormány elzárta. 30 évig a zóna határai növekedtek, majd végül kivonult belőle a kormány. Tehát ez egy titkos kísérleti zóna, az a lényeg, amit elzárt a kormány, és kivonult onnan. Senki nem tudja, hogy mi történt ebben a zónában. Jó, tehát a lényeg, hogy van egy terület, ahol misztikus dolgok vannak. Megpróbálták kontrollálni ezt a területet, de inkább elhagyták egy idő után. És gyanítom, erre a területre jövünk mi? A hülye. A hülye főszereplő. Maradj az úton. The Olympic Peninsula 1998. A rockefem azért be lett csavarva. Oké. Tudok forgolódni az autóba. Tudok nézelődni. Nagyon csinos. Na jó, gáz! Jó a buzsi. Kicsit lejjebb veszem, talán egy picit hangos, hogyha én magam is pofázok, de majd szóljatok, hogy halkítsam-e. A játék magyar felirattal is van, Nessai. Köszönöm szépen, Gamon GPS, nincs a játék magyar felirattal. PC le tudtok hozzá tölteni magyar feliratot, de nincsen hozzá. Kérném szépen, hogy a fake news információkat hagyjuk meg a Facebookra, ott nagyot mennek. A játékban vezetni kell, tehát egyébként már lesznek problémáink, de igyekszem, srácok. Mi az, hogy a Nessai féle hogyan nevezes rész következik? Kikérem magamnak. Amúgy tök szép a játék. Azt nézem gyorsan meg, hogy a streamer módbe van-e kapcsolva, de igen, köszi. Elvileg kikapcsoltam a copyrightos zenét, hát ha nem, akkor majd pörög a YouTube Premium. Nyilván az út közepén megyek, ha ez egy lezárt zóna. Nem jár itt senki. Esik az eső. Nagyon feelinges. És ott a fal. Aha. Látjátok, gondolom ez a zónának a széle. Akkor ide akarunk behatolgatni. Mert hát miért ne? Nagyon jó, hogy az eső is kopog a szélvédőn. És még nem mentem neki semminek. Sokat segít, hogy nincs forgalom. De jó, jól néz ki. Kicsit ilyen stilizált a játék grafikája, tehát nem egészen fotorealisztikus. De egyelőre jóféle. Majd meglátjuk, hogy kell-e rajta világosítani, mert sötétedik rendesen. Mondjuk biztos van lámpa az autón, de...
Mike írja. Scripted. Hát az ölög úton. Ajjaj. Elment a rádió és begyorsultam a lejtő. Nyugi. Nyugi, kis csuszi, nem csuszi. Aha. Itt vagyunk a zóna falánál. Az egyből elment a rádió. Oké. Most jönnek az alienek. Jó, hát ez le van zárva, tehát hogy ide nem lehet bemenni. Aha. Hát elindulunk a titkos földúton. Persze! Így kezdődnek a jó ötletek. Hát mi baj történhet, srácok? Kövérgázzal a földúton a kerítés mellett. Hát majd találunk egy bejáratot. Az mi volt? Ott van a bugyborék volt a sár. Jó napot! Titkos kormánykísérletek, alienek és megmagyarázhatatlan grab. Abban nem biztos, hogy bele kéne menni. Elnézést kérek Jézusom! Ott pattogott a elektronyosság is. Jó, szerintem most kéne elhúzni innen. Ez csak így, mint magánem. Ő baj lesz. Aha, ott szivárog a plutónium, nézd meg! Akkor üdvözlünk a videójátékban, meg kellett történnie a konfliktusnak, hogy elinduljunk. Ahogy nézem át, szoppantódottunk a fal túloldalára. Aha, The Olympic Exclusion Zone. Jó, hát szerintem kezdésnek fussunk ki a sugárzásból, ahol nincs gravitáció, vagy legalábbis nem elég. Mielőtt kinő a harmadik kezem. Jesus. Srácok, valaki kezdjen el latinul beszélni, mert lebeg a szemét. És zöld a fű, de nem úgy zöld a fű, ahogy zöldnek kéne lennie a fűnek, hanem még zöldebb, mintha szomszéd fűje lenne. Google. Nagyon jó, a körrel googolunk. Dorime! Há, kitaláltam, hogy az X az ugrás egy szekkel előtte, mielőtt kiírta volna. Hihetetlen, mit nem tesz több tized. Több évtizednyi videójáték. A négyzetre tudunk rugni, csak lábam nincs, de rugni tudunk. Na, ott már... Someone out there? Hello? Hello? What a swine. Never mind. Nessali vagyok. Francis, the radar's acting up again. You were supposed... Adok rá még hangot, nem? Beszéd az... Kicsit halkabb. Nézzük meg így. De most ez itt beszélt valaki, vagy ez valami rádió volt, vagy mi volt ez? Itt az Otto. Put the wheel back on. Csak hogy lássátok, a streamer undorító feje alatt vannak a küldetések szokás szerint. Jó. Akkor... Fölveszem a kereket. Nyomva kell tartani. Aha. És összeszerelem az Ottót. Bám. Nyári gumi fölpattan.
és már mehetünk is. Hát nem mondom, hogy egy ilyen Lamborghini, de... Ha megvéd a sugárzástól, akkor jó. Indíts be a motort. Hát Azaz, hát muzsikál, hát muzsikál. Jó? This is Tobias Barlow and Francis Cook, located in mid-zone sector B. Do you read me? I'm picking up the distress signal in the outer zone. Én vagy. It looks like you're somewhere around sector E. Maga most a fejembe beszél, vagy a rádió? Halló? Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. A detektálták, hogy itt vagyok, vagy nem tudom mi az Isten. Get to safety. Várjál, kézifék. Ja, lesz. Hey, we got a live one. Hey, you copy? Sebességbe kellett rakni. Hello? Is this thing working? They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. Szóval két csávó beszél hozzánk a rádión, csak nekünk nincsen beszélőkénk, úgyhogy nem tudunk válaszolni. Could they mean... They're from outside? They're a preacher? Hey, how did you get to the barrier wall? Az autó, no one's gotten into the zone in ages and lived to tell about it. And if we don't get them to safety, this one won't either. That's a good point. Hey, you're a serious danger. Kocsi, the instability's closing in, and it's gonna scramble you quicker than beef in a blender. Your closest shelter is a few miles east. Aha. Get there however you can, and be quick about it. Elmondta nekünk a Tóbiás, hogy húzzunk innen, mert mindjárt gravitációs anomália lesz, aztán meghalunk. És hogy keletre kell menjek egy pár mérföldet, és ott majd biztonságban leszek. Úgyhogy megyünk keletre. Kifogyott a benga. Nyugi, nyugi! Na, tehát várjál. Berakod parkolóba, leállítod, ja nem, leállt magától. Kinyitod az ajtót, és figyeljé, hát mindjárt itt leszimatolom a benzint valamelyikről, ne aggódjál. Ott figyelj, rácuppanok torokkal, tankra. Lehet itt valami? Aha. Hát volt benne egy üres kupak. Oké. Fuel can. Halló? Ja, azt írja, hogy a csomagtartóban nézzem. Jó, mert olvasok csak. Aha. Hát itt én nem látok, tehát nagyon a nagyon nincs csomagtartóm se. Jó, nézzük meg ennek a csomagtartóját, ki lehet nyitni? Nem. Hát tehát Nessai 2 méterig jutott a videójátékban, már nem érti. Motrot meg lehet nézni? Nem lehet megnézni a motrot. Hát akkor mi az Isten csináljak? Világít, tesám. Hát mi világít? Te világítasz. Az! Persze! Hát teljesen egyértelmű! Hogyha azt kell nézem, hogy van-e valami a csomagtartóba, akkor persze megnézem, hogy föl van-e ragasztva a sarokba egy kanna benzin. Hát én vagyok a hülye! Tényleg igazatok van, bazd meg, én vagyok a fogyatékos, hogy nem azt nézem, hogy ektoplazmával föl van-e ragadva a sarokba egy kanna benzin. Bocsánat. Köszönöm szépen. Most már azt nem mondjad, hogy a tanksapka, bazd meg, a kocsi tetején van, mert sírva fakadok. Jó, gondolom mindenki kell szivattyúzzam, úgy. Ott nézd meg, hogy pumpálja ügyesen. Nagyon jó szivatalom kifele. Ez az. Mindig olyan kicsit sötét a játék. Nektek nem sötét? Mármint, hogy nem én, hanem a videójáték. Brightness. Szóljad feljebb, tesám. Úgy. Így már jobb egy fokkal. Na. Oda betöltjük. A pumpa nem tudom, az ingújamba volt. Hát, és akkor vissza kell rakjam? Igen. De nem tudom még egyszer inkább megtölteni, hogy legközelebb ne kelljen. Én szerintem eltakarodok, jó? Mert itt orkin van. De szálljál be, bazd meg, szálljál be, mert... Szállj már be! Úgy, durrancs be a kocsit! Úgy, sebesség! Sebesség, te nagyon hülye gáz!
Várjál, mert jön itt a Csernobil minden oldalról, az halok. Én itt még föl akartam tankolni, hogy el tudjunk adni egy kannával. Hű, te csuszik! Nagyon rossz az autóvezetés. No. What we should be looking at is how fast this bridge seems to be moving. If I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way, do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Holy cripes! No one's had working wheels in here for ages. Most arra jöttek rá, hogy autóval jövök, mert látják a helyzetemet. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the breacher needs to get to safety. Then we can look into whether that car is a remnant. Engem hívnak breacher. My heart of hearts, I already know. They're back, baby. Mik ezek az elsötétedések? Várjál, mert már megint jönnek itt a gázrobbanások. Amúgy nem figyelem, hogy merre megyek, csak így követem az utat, ez lehet, hogy hiba. Jó, azt mondják, ha megtaláltam a búvó helyet, akkor engedjem be magamat. Ez lesz az, aha. Ez ilyen búvóhelyesnek néz ki. Ha beengedem magam. Bocsi! Ott a búvóhely. Aha. Bono! Halló? Bono! Bono! My tires are gone! I leave me all behind! Na, bocsánat. Jó. Hát azért... Berakom P-be. Ajaj. Jó van, semmi gond. Visszarakjuk. Hát... Mondom, visszarakjuk. Nem rakjuk vissza? Jó, hát akkor nem. Hát végül is három keréken is lehet élni. Find a way into the building. Hát itt bemegyek. Itt mondjuk az ajtón. Halló? Bono, itt vagy? Én vagyok az Lajos. Elhagytam a kerekemet. Kapcsold be a áramot, tessék. Oh! Le garage! Who's there? Hello? The shop. De honnan beszélnek a hangok a fejembe? Ez valami öreg asszony, te. Emergency broadcast. Hello, attention. This message is for Dr. Ophelia Turner. We've sent a breacher to your garage on official zone business. Aha. We have it on very good authority that this person is in possession of a szeretnek beszélni. Which has taken the form of a car and Get off the remnant thing. She's not gonna care. Right, like I said, super official zone. Valamiért Remnantnek hívják a kocsit, tehát valami különleges tárgy ez a kocsi, nem is kocsi, csak most egy kocsi formáját vette föl. Protocol, hát ez valami űrautó. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes. Jó van, mondja a magadét. Na itt egy hátizsák, ezt kell fölvegyük. Ez az. Engem meg behatolónak hívnak. Mondjuk így már hívtak életem során, köszönöm, megtisztelő. Azt mondják, hogy jó hülye vagyok, azt a 300 méter magas falat nem véletlenül építették. Végül is? Transformers a kocsi, igen. Eddig elég gyenge ez a game. Baki, szerintem az ADHD vizsgálatod volt elég gyenge, mert 15 perce játszunk, még nem történt semmi. Tehát, hogy tudom, hogy a Fortnite-ban ilyen komák kiestél, de nyugi. Szerda van, jó, bocsássátok meg a parasztságomat, szeretlek titek.
So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Azt mondják, hogy szereljük meg a kocsit, azt használjuk egészséggel. Jó. Föl kell vegyük a mechanikus szemet. Oda néz. Ott a szerelő sisak. Kérem. Ó, ez a hát. Aha. Jó. Azt mondja, van itt First Aid Station. Mert mint láthatjátok, a HP-m a sugárzástól nem olyan jó. Aha. Bal fölül ott van a HP-nk. Alatta az, hogy hány csápon fog kinőni a sugárzástól. Alatta pedig, hogy merre van a kocsi és hány méterre. Jobb fölül van a küldetés. Még egyszer mutogatom. Meg kell javítsuk az autót. Középen lent nyilván az inventory. Bal lent meg gondolom azt, hogy nincs nálam semmi, csak a puszta kezem. Na jó. Visszarakom az autó kerekét, akkor skriptelt volt, hogy leesett. Azt hittem, hogy csak én voltam béna. És már oda is savaroztam. Jó, és akkor beállunk a gépjárművel, figyeljé. Azt mondja, indító. Ez az. D-be rakjuk. Valamiért annyira tetszik, hogy így manuálisan kell, nem tudom, beröffenteni a kocsit. Pedig ilyen apró hülyeség, de nem tudom, hozzáad a feelinghez. Na, most úgy kipimpeljük a verdát, srácok, pillanatok alatt. Öröm lesz nézni. Jó, rajta állok a szerelő aknán? Fogjuk rá. B. Leállít. Kiszáll. Na. Szerintem azon kezdjünk-e dolgozni, hogy hiányzik hátulról egy ajtó, meg úgy innen is. Tehát, hogy nem ártana rakni ajtót az autóra. Amúgy sokkal előrébb kellett volna állnom. Ja, még nem is adta be a küldetést. Csak eltűnt a jelző. Ah. Ja, hogy az azt mutatja. Ah, látom. Itt minden ilyen futurisztikus. Azt hittem, hogy itt ilyen csöves autószerelőbe leszünk, de nem, oda néz. Ott mutatja az autónknak a panel a helyzetét. Van ott élet, az ott nem tudom, olaj, az meg ugye az aksi, és akkor ott mutatja, hogy az eleje tropa, hátulja nincs is. Az a danger számláló, az nem tudom mit jelent, de nem is akarom megtudni. Na jó. Craft replacement door. Csinálnunk kell ajtót. Azt mondja, igen. Inventory. Nem, ez az inventory. Blueprint. Crude door. Hú, milyen hangulatos a menürendszer, ilyen full retro. Jó. Azt mondja, into checklist. Az... Várja, a notebookocska háromszög, az melyik gomba, a jegyzet füzet, az melyik gomba PlayStation-on? Ja, csak simán a háromszög, oké. Okay. Aha. Gather items from the abandoned car behind. Akkor most kell, látjátok, bal oldalra kirakta, hogy milyen alkatrészek kellenek, és akkor most indul a lootoló Hattori Hanzo. Ja, hogy ehhez kell egy feszítővas. Hát honnan szerezzek feszítővasat, te? Aha. Toolbox. Azt mondja, mechanic kit. Duct tape, az mindenre jó, és ott a feszítővas. És akkor ez itt a hátizsákunk, ott a kézinventorink, fasza. Na. Már van ragasztó szalagunk, úgyhogy minden jó lehet. Ja, bele kell rakni a kezembe, nyilván. Nagyon ilyen kis retro és mechanikus a játék, hogy így mindent bele kell pakolni a kezedbe. Aha. És akkor... Transfer. Nem lehet mindent kilútolni? Volt benne üveg, flare. Tök jó. Mi nem tudom szétütni, hogy így beolvasszam ezt az egész roncsot? Na, majd meglátjuk. Lehet kukázni?
Várjál, már ektoplazma van benne, ha... ajándék flare, vittem, kösz. Az mi? Scrapper. Hülye vagy, ez egy körfűrész. Hát nekiesek mindjárt mindennek. Hát hülye vagy! Hogy lehet nekiesni? Ez a... na! Na hát erről beszél, gyerekek, hát ez az. Hát megjött a puci. Hát hülye vagy. Blahán énekek csendültek föl, már így mondják, hogy... hát minden, ami mozdítható, az megy a zsebbe. Add ide azt az ajtót. Még adjál neki. Azaz. Lőtt. Jó, kicsit figyelnem kéne a videójátékra is, elnézést kérek. Get right, I'm sorry, I'm not car me in the garage. Scrap the abandoned cars, wheels, panels and doors. Ja, jó, ezt kell csinálni, amit csinálok. Szana, szétkapom az egészen. És akkor jön belőle minden, fém, műanyag, csavar, amit akarsz. Szétszedem a kereket is, hülye vagy? Közben ott látom, hogy a... ennek a szeletelőnek is van amúgy durability-e, szóval el fog törni előbb-utóbb. Jó, még műanyag kellene, gondolom az a pohárka az az akar lenni. Akkor már lekapjuk az ajtót is. Ez az. Jó, valahonnan kell műanyagot szerezzek. Abandoned cars, wheels, panels and doors. Panel az mi akar lenni? Üveget nem lehet kivenni? Nem. Hmm. Mert a hátsó ülés. Várjatok, itt még van egy csomó minden. Hát itt hülye vagy, régi Windows PC, abba a pillanatba kapja. Elektronikai alkatrészek. Ah! Megvan. Zsír. Nem szabad túl sokat gondolkodni. Kicsit át kell menni itt egy modern Maugliba, és amit lehet, ami mozdítható, az bam bam bam, szétkapni, vinni. Panel a kerekek fölötti elem. Tudok googolni? Nem tudok zoomolni. Jaj, nem akartam eldobni, gyere vissza, szeretlek. Nem lehet googolni? Kör? Ja, kör. Igen, benne volt a tutoriában, ne nevessél. Azt nézem, hogy mennyire különíti el az autó részeit. Aha, ezt is le lehet szedni. Jó, tehát a rozsdás váz az megmarad, minden egyebet le lehet szedni az autóról. Hát azért már leszedek mindent, meg gondolom kelleni fog a loot. Köszi a helpet, srácok. Jó. Duct tape-et elvisszük. És a fát is szét lehet. Cseszni, nem, azt nem. Fuel tank. Ezt letom színi. De várjál, mert add ide. Már most nem figyelek a küldetésre, de hát túlélős játék, lootolni akarok. Ezt add ide. Aha. Hát leszivattyúzom, hülye vagy, ingyen benzin. Hát tudjátok, mennyi ém egy literje? Hát abba a piatba leszopjuk. Úgy is van. Ja, a bázison végtelen benzin van. Jó, most ez részletkérdés, nem baj. A lopottra sokkal jobb. Na, visszamegyünk az asztalhoz, és itt lehet kraftolni. Azt mondja, hogy ajtót kell csináljak. Kraft. Fogtam csipcsup varázslat, és már loptam is egy ajtót. És már fönn is van. Gyönyörű. Get the Reaper Patty from the locker. Mi az a patty? A patty nem az elrakó a golfba? Azt mondta Hirsch, hogy az R3-mal áttesz minden matériát, de nem. Mert ehhez már nincs hely. És vajon mit jelentek a vonalak az inventory-ba? Gondolom, ott nem lehet átfedés. Van még first aid kit, meg van egy cserekerék is. Reaper Patty. Inventory. Igen. Mit akarsz? Equip the Reaper Patty. Aha. Akkor ezt berakom a kezembe. Equip. Eredj. Nem. Use the Reaper Patty to repair the car.
Ez a kitöltő. Aha. Persze. Hát nézd, oda így működik az autószerelést. Hát fateromnak megmutatom, be fog szarni, hogy... Szereled itt szét az autókat? Hát rá kell köpni egy kis izé VD-40-et, az megjavul magától. Nézd meg. Úgy. De azért, mert ez ilyen orosz alien ektoplazma. Nem mondom, hogy szép lett egyébként az autó, mert azért hazudnék. A leglettelem a cibe, aztán kész is vagyunk. Hát persze. Várjál, ott belőlem. Ja, elfogyott. Még kettő van. Oké. Okay. Fogy a javító ektoplazma. 92%-on van az automobil, 95, 100. Na, tehát most 100%-ig ép az autó. Akkor is, ha nem így tűnik, de az. Jó. Azt mondja, itt kilukadt a gumi. Meg kell nézni a robot szememmel. Igen. És akkor kell egy sealing kit, vagy kell egy másik kerék. Hát lecserélem a kereket. Bár amúgy izgisebb megfoltozni, nem? Azt mondja, sealing kit, olyanon van? Mechanic kit? Van valami gyors, inventory gyors rendezés a játékba? Nem hiszem. Gear. Scrapper. Scrapper. Jó, nem, akkor behozom a pótkereket. Van pótkerekem? Találtunk kereket? Vagy csinálnom kell kereket? Tudok kereket csinálni? Ceiling kit, itt van, ez kell. Hát befoltozom. Oda ne figyelj ide. Azt mondja. Láttad? Ja, a szekrényben volt a kerék, igen, azért mondom, láttam valahol kereket. Most már most tele van az inventory. Hova kéne pakoljak? A szekrényt kell használni, aha. Ilyen ideiglenes... De várja, nem akartam equippelni, Johnny. Csak itt, aha, ilyen Resident Evil-szerűen kell rendezgetni. Csak simán mozgatni akarnám. Mint hogy bepakoljam a cuccokat. Az R2, aha. Tehát látjátok, itt puzzle-özni kell majd ügyesen a helyekkel. Hogy elférjünk az inventory-ba. Az amúgy tök jó. Jó. Na mindesetre megjavítottam a kereket. És hova lett most a kitem, amivel megjavítottam? Az egyszer használatos a kerékfelfújó? Még meg kell szokjam a játéknak a vizuálját, mert belezavarodok. Mondjad, mit akarsz, játék? Mechanik kitet kell ekvippeljem. Igen. Ja, és meg kell húzni a kereket, mert meglazult. Egyszer használatos, okés. Jó. Tehát ezt most ti nem látjátok, de kész az autó. Tehát, hogy eddig szar volt az autó, és most jó. Ez lehet, hogy nem egyértelmű így külsőre, de most jó az autó. Jó. Azt mondja, hogy karton dobozokat szereljek a csomagtartóba. Hát viszem. Ez lesz az inventory? Oda néz. Hát egyből túlélő kocsi. Install a craft mat in the trunk. Aha. Tehát gyakorlatilag egy ilyen mobilis bázis lesz az autóból. Beleszerelünk ilyen kraftolós asztalt. Halló? Oh. There's a little prototype of mine in the garage. The Arc device. Te vagy az, Bono? Wherever it'll fit. Aha. Arc device. Na ez már valami alien előző cucc lesz. Aha, az anyósülése nem lesz senki úgyse. Ott a térugró készülék, nézd meg! Aha. Ez fog minket navigálni. Jó van. Ez a néninek a találmánya ez a dolog. Jó néz ki. Oké. Okay. Get the first aid kits from the locker. Oké, okay. Kell a first aid.
Nyitom, viszem. Transfer. Nagyon jó. Azért pótkereket is vinnék magammal, azt be tudom rakni a kocsiba? Cardboard boxes, aha. Úgy is van. Elég sok hely van az autóba. De akkor át kéne pakoljam a kocsiba a cuccokat, hogy legyen hely nálam. Mindegy, majd úgy is megtanulja. Vagy mi megtanítja. És azt mondja, ja most mondja, hogy pakoljak bele. Látjátok, már a játék előtt járok fejbe. Road flare, bele kell rakni, nem tudom miért ugrálok, bocsánat, valamiért az X-el akartam kattintani. Bele kell rakni a flare-t. Igen. Meg mi kell még? Meg bele kell rakjam a scrappert. Az ez. De nincs sok HP-ja a scrapperömnek. Úgy, beraktuk a körfűrészt. Na, hát a Suzuki Swift kombi készen áll. Ez mi ez? Ez egy recept. Aha. Abba a pillanatban a Terminátor szemüvegemmel beszkenneltem. Meg kell tankolni a kocsit. Ja, itt ez ilyen kifogyhatatlan. Aztán hány forint litere? 87? 87-es benga van benne? 23-65? Hát nem aprózod el, mit szent be? Na várjál. És akkor úgy kell tankolni, mint ahogy a Facebook videókban szokott lenni, hogy áthúzod a túloldalra. Ja, rossz irányba álltam meg. Halló, Bono? Kettes kút lesz, jó? Tele. Köszi. Azaz. Úgy. Megtankoltam, de tudok rakni a szopkodómat is? Igazi magyar vagyok. Várj, ide a kannát is tele akarom tankolni, hülye vagy? Nem tudok a kannámba tankolni. Hát élelmes magyarok vagyunk, hát ami van nálunk mozdítható, abba tankolunk. De gondolom ezt vissza kell rakni, és akkor megtankolom úgy, hogy idehozom, nem? Hát hülye vagy, ha van nálam üres kólás üveg, azt is megtankolom. Úgy, fullos. Hát ígyen van a benga. Hát... A gyomromba is azt tankolok. Jó. Throw the switch to charge the battery. Ja, aha. If you're all set, take a look at the projector against the wall. Jóska, lebasztam a villany, bocs! Ja nem, jó. Ezzel feltöltöttük az aksit. És akkor route planner. This is the zone. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye. Ez jó hangzik. It does. Constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. A lényeg azt mondja a néni, hogy a zóna folyamatosan változik. Szóval ne szokjak meg semmit. Ez a térkép, de hogy amúgy folyamatosan változik minden. You'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The arc device in your car will then show you where you need to go. Szóval, ha ki akarunk jutni a zónából, akkor valami antennát kell építeni. Úgyhogy gyakorlatilag arról szól a játék, hogy a bázisunkról ilyen különböző vadászmissziókra indulunk, hogy összeszedjük a lootokat és építsünk egy antennát. Bár eleve nem tudom, mi jött ide a karakterünk, tehát hogy ő kereste magának a balhét, de mindegy. Kiválasztjuk, itt vagyunk. És kiválasztom ezt a destinációt. Ide megyek. Off you go. Make a left out of the garage and follow the access road. Jó, 3 óra az út. Hát akkor cset. Helyezzétek magatokat kényelembe. Mondjuk azért gyártottam volna egy hátsó ajtót, mert ki fog potyogni minden a csomagtartóból, de én követem a tutoriált. Hát de azért most már várjál, hát itt teljes robotika van, nézd meg, ott a térkép. Fullos. Jó. Na röffentsük be a kicsit. Úgy. Mehet D-be. Aztán gáz. On the road again. Tudtok utazós nótákat, srácok?
álmos a karakterem, vagy így befeketedik valamitől. Le kellett volna feküdni, aludni. Amúgy jó húzatja neki. Ja, és akkor töltőképernyő, és akkor travel. Aha. Tehát nem open world a játék, hanem bizonyos részekre elteleportálunk. Ezt nálam PC nem csinálja, hogy nagy sebességnél elfeketül a kép. Várjatok, tudom, hogy mi az. Ez valami vinyetta beállítás lesz, amit vakon bekapcsoltam, mikor beállítottam a játékot, mert azt hittem, hogy jó lesz, de nem. Nem. Vinyetta. Ja, itt van ilyen csalás, hogy Infinite Fuel, meg ilyenek. Szóval lehet könnyíteni a játékom. Nem látjátok? Nem itt van, hol van? Pedig valamit beállítottam, emlékszem, és szerintem az lesz ez a feketesség. Control. Audio. Fog. Rain. Night. Lehet, hogy csak a főmenübe lehet? Vignett, ott van. Lehet, hogy ez az. Bocs. Okay, newbie. No. Keep it simple. Don't want to overwhelm that little brain of yours. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. That's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. Aha. Ott egy antenna. Na, most nem csinálja. Így reméljük, most jó. The Arc device is picking up on some plasma generators nearby. Aha. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. Oké. Okay. Várja, nem raktam be P-be. Nehogy elguruljon. És az mi? Ja, az a... lámpa meg a... izé. Hogy kapcsol be a izé villany, ha nincs rajta gyújtás? Na mindegy. Oké. Okay. Azért remélem nem fogy a battery, amikor kiszállok, meg kikapcsoltam. Na azt mondta, hogy itt a plazma generátort kell beszkenneljem. Aha, elegy. Plazma generátor. Looks like it's ripe for the picking. Kell hozzá egy kalapács. Get out of your hands, though. An impact hammer will do the trick. Aha. Blueprint, impact hammer. Ezt kell megépíteni, a kalapácsot, de ahhoz kell egy gázcilinder, meg gír. No one's coming back ever again, so go on and take what you need. Aha. Transports, homes, outposts, facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Nincs itt senki, az a lényeg. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So jó. Loot to your heart's content, just loot away. Azt mondja a néni, hogy lootoljunk ezerrel, do not worry. Jó. A hazmat kabinet. Várját, abból tudok vinni lootot? Recommended tool hands. Look at you! Aha. Out in the zone all on your own. They grow so ott volt fast, a gázcilinder. And I'll be back at the kemikália. Been a long time, old gal. Didn't think we'd talk again after that whole Sasquatch incident. Loot? Yes, I was hoping to go another decade. Mennyi sztori van, az a baj, nem tudok két fele figyelni. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Számító? Azt a scrapperre szét lehet szedni a számítót. Megyek! Jó. Elektronikus alkatrészek. Üveg. Lapkomputer, azt is szedjük. Ez az. Looty loot. TV, mehet a TV, várjál, beszkenneljük. Scrapper, jó. Copper wire. Jó. Azt mondja, visszamegyünk ide a kis házi kraftolónkhoz. És csinálunk egy kalapácsot. Ja nem, még kell egy gír.
Hogy mondod magyarul? Forgó. Forgó, kerék, forgó, forgó. És azt látom, hogy miből eshet? Fogaskerék. Ezt a szót kerestem, köszönöm. Aha, ezt is a kalapáccsal lehet nyitni. Hát szétszedem az autót, nem tudom, abból eshet-e. Ja, tudok kraftolni fogaskereket. Ne hazudjatok, de igazatok van. Köszi! Jó, és akkor ott van a kalapács. Bam! Nagyon jó. Inventory. Már ott is van. Na, most akkor szétverjük itt a plazmátot. Mondom, szétverjük. Ja, hogy ez egy ütvefúró! Oké. Nagyon jó. Meg akkor beütjük. Hey, driver! I bet you're dying to hear all about the remnants by now. Meséljél. Can you not? I'm a little busy trying to keep them alive. I'll keep to the basics, I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay, okay, okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Uh-huh. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind, until they go crazy and run off into the zone with it. Jó. Azt mondják, hogy a remnantok ebben a világban régi tárgyak, amik különleges képességekkel bírnak, és összekapcsolódnak egy emberrel. És hogy a mi kocsink egy remnant, és elválaszthatatlanul összekapcsolódott velünk, és egy idő után meg fogunk tőle őrülni. Fasza! No one has ever been able to resist its siren call. Vagy hogy eleve az autó csábított minket ide a zónába. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Ez kell egy... Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. Közben, ja, nálam van a feszítővas. Közben elmondta a néni, hogy mostantól a kiegészítő sztori cuccokat külön meghallgathatom. Ne aggódjak, nem kell végighallgatni a pofázást, ha nem akarom. Cuki. Na, legalább elállt az eső. Ez az. Gas cartridge, chemical, gázcilinder, zsír. Akkor vittem mindent, ami így elsőre mozdíthatónak tűnik. Ezt nem lehet levenni. Jó. Na. Ja nem, még vannak itt generátorok. Illetve azt nem tudom, hogy itt vannak-e, de azt írja a küldetés, hogy 5 plazmát kell szerezzek. Jó. Itt ilyen lebegés van, anomália. Pothole. Aha. Ide bemegyek, itt loot van. Legalábbis, ha be tudok menni, keresem a balhét. Nincsen fejlámpám. Nem tudom be... Ó, ja, hogy simán be tudom rugni a kerítést. Bám, bám. Ez az olcsó játék. Hülye gyerekeknek. Jó, hát hagyd. Tudtam volna, hogy ez ilyen egyszerű. Szemetes láda. Hát elvisszük a lootot, az kellhet kraftolásra. Miért írja szerintetek, hogy danger? Ja, hogy itt sugárzás van. Jó van, most emiatt nem kell itt izé. De ott egy ember. Turiszt. Az egy turista. Te Jóska bátya, mit keresod? Jó, elhúzok innen, mert mindjárt kinő egy csápom. Inkább menjünk tovább az autóval, szerintem.
Nézd meg a kukába, mennyi értékes loot van. Jó. Szerintem kipakolom a lootokat a kocsiba, és akkor tovább megyünk, mert még plazmát kéne találjak, és tönkre fog menni mindenem. Jó, a... Tedd be a nyersanyagokat, tetya. Úgy. Remélem tudok craftolni a kocsiból is. Úgy. Oké. Lecsuknám a csomagtartót, de hát ugye nincs. Nem nagyon működött az R3 Hills, de majd megnézem még egyszer. Azt mondja, térkép. Aha. Hát itt megyünk tovább az úton, nem tűnik túl összetettnek a térkép. Jó. Röffents be. D. Azt kapcsolt ki a... Úgy. Úgy. On the road again! Dö-dö-dö-dö-dö! Hűtje! Ú, de nagyon! Jó napot! C-3PO! Ember-kibor kommunikáció! 542 nyelven beszélek a galaxisba, de ön micsoda? Jó, nem akarok vele balhézni szerintem, nem tudom. Köszirgsz. Country road. Take me home. To the place. Ott várjál, mert ott van egy Paks 2. Álljál, rakjad be. Parking. Állítsd le. Szálljál ki. Ott a vigyázz! Ne, megcsapkodja a szemem! Ne! Rakja az ükverzbe! Há, megbassza! Hát a pofám leszakad. Jó. Na, még egyszer. Anomália, Spark Tower. Jó van, én csak a plazmáért jöttem, azt megyek. Kösz a lootot, csá. Ott is van. Szia, Nati. Áú, várja ráz! Nem tudom amúgy, hogy vannak ebben a játékban így ellenségek, vagy így csak a környezet az ellenségem, de... 62% HP. Várjál, mert ott valami kinetikus fal van. Na jó. Persze, egyből felém indul a rázás. Egyből velem kell balhézni. Jól lehúzta a felbontást a PS egyébként, érdekes. Nyilván dinamikus felbontás van benne, de most így lekapta nagyon a távoli dolgok, ilyen 240p-be vannak. De már megint mitől rászkódik a kocsi? Mi volt az a pittyegés? Ne ijesztegessél. Jó, még egy darab izét kell találjak. Egy darab plazmát. Gáz. Jó, hát kikerülöm a elektronyos tornyokat. Túltöltődött a kocsi. Akkor biztos gyorsabb. Na, ott az utolsó. Arda Light. Mi volt ez a hang? Erre, mert ott is van egy robotgép. Rakjad be, B-be. Ebből itt még bármi is lehet. De én nem nézek körül, gyorsan viszem a lootot. Azaz. Köszönöm szépen, kedves ura. Well, like
I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Öb Doctor. Az a neve a robotnak, hogy elrabló. Ez jól hangzik. Na jó. Azt mondta a néni a telefonba, hogy keressünk egy rádió állomást, és ott majd antennázunk. Tudom, hogy az előbb már kérdeztem, de van flashlightom, srácok. Mert nem látok, sötét van. Na várja. Azt mondja, R3. Köszirksz. Működik. Még nincs. Nem tudom, de ezek a gyanús sisi süsögések kint azért megindítják a nedveimet. Meg itt mindjárt megérkezik az elrabló. Menjünk tovább. Kell keresni egy rádióállomást. Álló térkép. Aha, az ott gyanítom a rádióállomást jelenti, akkor megyek tovább az úton. Oké. Okay. Ez az. Miért nincsen egy tolató kamera ebbe a Warburgba? Na mindegy. Country Road, várjál, mert ott van a robot főnök. Jó, hát autóval együtt csak nem tud elrabolni. Menj már le az útról. Gáz! Gáz, gáz, gáz! Vigyázzál, mert telepítenek a seggedbe egy holdjáró távcsövet, aztán baj lesz, gáz! Jó irányba megyek. Rövidítek egy picit, de az nem baj. Tudok egy rövidebb utat minden játékban, ne aggódjatok. Jézus fasz, elütöttem egy embert! Az egy olyan turista volt, ez fölrobbant. Várjál, mert jön az áram is, bazd meg! Sérült az autóm? Valami volt. Na ott van Big Dan étkezdéje. Merre megyek? Balra megyek. Ez tiszta veszélyes ez a játék. Milyen kontrollerrel a game? Amúgy jó. FPS lehetne egy kicsit stabilabb. Az a baj, hogy szerintem nincs lokkolva a játék 30-ra. Ezért kicsit fura a szemnek, de meg lehet szokni. Aha, és akkor itt megyünk. Tehát nyilván ez csak a PlayStation verzió. Teljesen jól megy ez a kocsi terepem. Amúgy oda megyek? Vagy most... Aha. Nyugi, hát ez hegyet is tud mászni. Azaz. Bírja, nyugi, bírja. Hát majd, ha valami gáz lesz, megszerelem. Nyomod. Azaz. Hibátlan. Hát, látjátok? Jó ez a Swift kombi. Egybe van. Hát működik, az a lényeg. Na jó. Azt mondja. Collect parts from the station antenna. Szereljem szét az antennát. Minden be kell analizálni. Jó napot! Aha. Time to get moving. The instability's ticking up by the second. Uh-oh. But you can't get back the way you came. The instability makes all routes one way. And that's where my arc device comes into play. Uh-huh. It'll get you back to the garage, but it needs to be charged first. Uh-huh. And to do that, you'll need anchors. Uh-huh. Take a look at the arc device display. Uh-huh. It maps all anchors in the nearby area. Uh-huh. Find an anchor and feed it to the arc device to charge it. Uh-huh. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn. Megvan minden, ahhoz, hogy kijussunk a zónából, bele kell menni egy ilyen sárga pontba, hogy túltöltsük ezt a térugrót, és akkor visszajutunk a garázsba, azt mondta a nénye. Jó, készen állok, mester. E...
Nyugi, a... Nyugi. Elférek, nem kell, nyugi. Van biztosítás, nyugi. Hopp, egy fa, nyugi, a kaszkós. Azaz. Úgy, ne törődjetek ezekkel a rozsdás rezs... Mi az, hogy Vehicle Protection Compromise? Miért? Mi az, hogy lejött a pajzsa a kocsinak? Miért? Nyugi, egyenesen kell menni. Ez az. És ott lesz előttem a sárgaság. Nyugi, lass, áú, nyugi, egybe van a kocsi, nyugi. Itt van. Igen. És... hogy tűntik téged ilyenkor? Mi volt ez? De várj, ott egy turista. Jó, van, beszereljük az atomreaktort. Gyorsan. Hű, bazd meg! De várjál, meg kiesett a kezemből, mert megijedte. Ácsi! Ács, kérem vissza! Mi az, hogy hands only? Várjál, nincs hely az inventory-ba. Várj, de. Tedd már el! De ne dobd el, tedd el! A táskádba tedd el. Úgy, az fog meg. Hands only, anyám a hands only, hát robban a vér, de eldobta. Kívülről kell berakjam, amúgy az a gondja, nyilván gondja. Várjál, Na, hogy, add ide. Hogy, berakom. Nyugi, várjál, ne robbanjál föl. Úgy. Most a kocsin, most miért nem tudtad a kocsin belülről beszerelni, baszod? Jó. Hogy csuk be. Jaj, Ott kinyitottam egy féregjáratot. Akkor most el kell jutni a féregjáratig. Szűkül a kör. Lát, a hűte, az ilyen... Várjál, mert nagyon jön a PUBG! Gáz! Nyugi! Négy kerék meghajtású kombi, terepre lett tervezve, jó? Az alapító atyák is azért csinálták a Suzuki-t, hogy kibírja. Hű, de szűkül az a körte. Abba kell bemenjek! Üte. Nyugi, gáz! Ott van! Gyerünk, kicsi! És már itt hol is vagyunk. Doki, sikerült az ugrás! Oh, well. You're alive. Élek, bizony. Mr. Zone didn't get you that gateway wood. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there have been rodents, but it's not like it's completely tested. But anyway, it worked. Hol az almanak? So, you should have made it back with everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get back with all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie. But it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomaly so quick you'll get whiplash. Ez ilyen nagyon Karen ez a néni amúgy. Na hát akkor ez a játéknak az alaplúpja,
hogy bemegyünk itt a zónákba, ott összelútoljuk magunkat, és akkor itt utána elképesztő fejlesztéseket építünk. Itt például vannak eleve zárt ajtók. A Impact Hammer. Add ide, hát ott mindjárt megszerelem. Bám. És már ott is van. Logged. Fix Impact Hammer. Mi, basszam be a kijelző? Miért kéne erre a... Szerintem... Én nem hiszem, hogy ezt a izével kell megoldani egy kalapáccsal, de mindegy. Ah, ezek a fejlesztések. Scanning antenna, aha. És az energiával, amit hazahoztam, azzal lehet unlockolni új ilyen recepteket. Ott a szkennelő antenna. Aha. És akkor az antennát fölrakjuk a tetőre. Órák kérdése, kicsim, várjál, ezt azért még átütöm. Ez az. Na. Szerelek, ne aggódjatok. Antenna szerelésbe, hibátlan vagyok. Kérdés, hogy hol jutok fel a tetőre. Ott fogok feljutni a tetőre. Aha. Na hát ezzel már fogjuk tudni fogni a TV2-t. Figyelj ide, beszerelem. És abban a pillanatban az összes szappanoperát fogjuk tudni nézni a tévébe. Figyelj csak. Bám. Antenna signals coming through loud and clear. Give it a moment to initialize. Jó, hát most még ott mindjárt összeszkenneli magát a internettel, és akkor jó lesz. Jó. Na várjatok, meggyógyítom önnöm magam itt gyorsan. Ingyenes első segély Klárikától, köszönöm. És akkor itt is van egy locker, és oda néz, kézifék van benne. Gyönyörű. Root panel, jaszt, tele vagyok. Várjál, mert nálam van a... Mi van nálam? Ja, a kézifék van nálam. Hát viszek egy kéziféket. Nem, miért? Hát nem kell kézifék. Hát olyan szépen megtúrtam a hátát így is. Nem itt kell berakni a kéziféket, te nagyon hülye. Oda kell berakni a kéziféket. Ja, de be se kell másszak alá. Jó, van, mindjárt kiürítek mindent. Mennyi ajándék lootot ad azé a kuka? Hűha! Driver checklist. Várjatok, hát szétpimpeljük a masinát mindjárt. Transfer trunk. And we're patched. Ezt be kell rakni a kocsiba? I've hooked up the antenna to the route planner. Give it a look after you're done peeping through my garage. Vagy ez csak egy ilyen loot box. Nem tudom lerakni. Simán. Mi a háromszög? Mi az, hogy csak elrakom a kezembe? Na jó, várjatok, mert itt rengeteg minden van. Ajtó. Nem tudom, hát... Ja, hogy ezt hátra is föl lehet rakni, oké? Okay. Root panel, bal elől hiányzik egy panel, ugye? Aha. Ez az, hát szépen lassan itt most már összeáll az autónk. Zsír. Azt mondja, use the transfer trunk to unload collected materials. Oké, okay, tehát ezt odarakom, ahova akarom, ez egy láda, ugye? Ez a trunk arra jó, hogy a bázison minden lootot egyszerre tudj mozgatni, de amúgy a lockerben kéne tárolnom a lootjaimat? Ebbe a szekrénybe kéne pakoljak? Ott tárolod, ahol akarod. Jó. Hát csak nem tudom, hogy honnan enged kraftolni, vagy értitek, azért kérdezem. Hogy... Lehet, hogy van olyan láda, ahova a berakod, akkor azt érzékeli, és akkor onnan tudsz kraftolni, nem kell kipakolni az inventory-t. Mindenhonnan enged. Aha. Köszi. Jó.
Nagyon kis hangulatos az interfész a játékban, hogy praktikus-e, arról lehetne veszekedni, de hangulatosnak hangulatos. Nem akartam oda pakolni. Az, hát bár az legyen nálad. Elsősegé is legyen nálam. Repair put, flare az oké. Okay. A pótkerék az nyilván maradjon. Tudom-e javítani az eszközeimet, srácok? Mert ugye itt a... Márja, valami hiányzik. Hol van a hamerem? Elraktam a hameremet? Vagy eldobtam balfasz módra? Vagy eltört a kalapácsom? Hol a kalapács? Nem lehet csak újat kraftolni. Aha. Aha, és most 0,8 sugárenergiám van, úgyhogy majd kell hozni. Nem, szerintem tök látványos a UI, mert ilyen retro, csak nyilván eligazodása talán kevésbé praktikus. Na, akkor most jön az, csuk be! A fejemre basztam a csomagtartót, de ezen szerintem senki nem lepődik meg. Itt megszerelem az autót az alien matériával. Ú, még ide is kell egy panel egyébként. Jók lettelünk teljesen. Honnan mondjuk hiányzik egy headlight, de majd csinálunk. Egy lámpa is lámpa. Jó. Körbegenyóztam az egészet. Jó. Azt mondja, megtankoljuk. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen nagyon manuális a játék. Persze sokaknak lehet, hogy idegesítő lesz, de ilyen nagyon retro feelingje van. Igen, 99% HP-n vagyok, tehát hogy sebesz, ha a fejemre baszom az ajtót, nézd meg! Bocsánat. Végtelen a hílem, ugye? Jó. De szép időnk van, jó napot! Király! Nem írtátok le a kalapácsot, hogy eltörtem, vagy... Vagy eldobtam. Az Impact Hammert. Mert nem látom. Eldobtam valahol? De hol az anyámba dobtam el? Vagy beraktam a dobozba? Ja, ott van a dobozba. Jó. A hülye streamer. Nem tudom mozgatni, de R2-t mindig elfelejtem. Rend a lelke mindennek. Úgy. Jó. Itt mi van? Azt gondolom valami későbbi fejlesztés lesz majd. Ez újra termelődött, vagy mi? Gimme loot! De cudar idő van, te! Mi van, nincs helyem? Vagy mi van? Ja nem, ide is lehet pakolni, azt nyitottam meg. Mindjárt lootot nem hagyjuk itt. Jó. Még egy kerék. Jó, és akkor tönkrement, és akkor csinálnom kell egy újat. Hoppá.
Azt mondja... Mi az Isten volt ez? Scrapper. Haragosak az istenek. Thor üvöltözik, hogy menjél már! Siess! Ez az. Köszi, gém! Azt a régi mosógépet nem lehet szétszedni? Kár. Jó, panels, doors and bumpers installed. Aha, tehát még kell panel. Kifullozzuk a kocsit. Crude panel. Azaz. Az ide jön hátra. És még előre is. Hát tiszta Need for Speed. Ja nem, azt hittem hiányzik a bumperöm. Akkor hátulról hiányzik? Aha. Tudtam, hogy valahonnan hiányzik. Zsír. És akkor kell egy lámpa is előre. Van-e olyanunk, hogy headlight? Lámpa. Lámpa. Nem látok olyat, hogy lámpa. De kell egy battery jumper. Ezzel be tudjuk bikázni a gépet, ha probléma van. Headlight. Hát pedig valami kell oda, na várjál. Lehet, hogy vak vagyok. Ja, ott van, hülye vagyok. Ez az. Megvan, köszi. Csepereg az eső. Lefolyik az arcomon. Miért csinálom ezt? Pack survival tools. Hát milyen survival toolokat kell pakkoljak? Kívülről van bezárva az ajtó? Zsír. Most még egy bumpert kapom? Vagy mi? Dumpster. Így elút. Köszi. Szóval. Jó. Beraktam a gumikacsát. Van nálam bikázó. Van nálam scrapper. Amit rakjál be? A bikázót azt rak be. A road flare. Na, szerintem azt nem viszem magammal. Ez be bár, de legyen nálunk. Kellhet. Jó. Oké. Okay. Szerintem megvagyunk, mehetünk, nem? Tank tele. Kocsi megjavítva. Hát talán az Impact Hammer. De ez idegesít, hogy nem lehet cuccokat javítani. Hallottak? Mert nagyon fú a szél. Mert hogy most ha ez eltörik menet közben, akkor mit csinálok? Sírva fakadok? Nem tetszik a játék, csak másfél órája elfelejtettem megköszönni a szabokat. Az mindig jó. Bocsi, srácok. Köszönöm szépen, nak iné hagytam abba. Hűha. Nike nem volt ma még szerintem. Csabi se volt. Megvaszaurusz volt az utolsó. Ganzics, köszi a 35-öt. Szevasz. Csabi, köszönöm a csírt. És neked is kellemes délután. Teréz anyu, köszi a 11-et. Nike, köszi a 32-t, közel a 3 év, már ott is. Árti, köszi a tír 3-as fél évet, kellemes tavaszt. Babó, köszi a 10-et, Schmidt Gábor már, neked is köszi a tír 3-as 27-et, nagyon sok tír 3-asunk van ma. Kvergor, köszi, Buja Tuja, de jó felhasználó név, üdvít köztünk. Varwolf, gratula az egy évhez, Kifli Csücsök, Tojcsika, köszönöm szépen a giftet is, Kifli. Shinra Tensei, köszi a 13-at. Köszi, hogy megmutatod a Banishers, nagyon tetszik. Nem tudom, miért van ennyire eltűnve. Én szerintem nincs az ilyen story game-ek, nem szoktak hype cuccok lenni, de örülök, hogy élvezed. Krebi, köszi a 62-t, Ádám a giftet, Petyusz, Chavix, Alka Souls,
és Cyanid Workshop. Köszi a 200-at, anomáliákban gazdag délután. Nati, köszi a gifteket. Balu kapitány, gratula a 3 évhez. Majszi, köszi a 44-et. Nike az 5-ös subgift bombával. Nagyon köszi, hogy Majszi, Riuza és Szilvi, neked is gratula az 1 évhez. Köszönöm szépen. Köszi, srácok. Igen, tudom, hogy lehet nálam több ilyen cuccokból egy kalapács meg fűrész, csak hát rohadt sok helyet foglal. Sellout se volt. Jó van. Ugye, hogy ízlik? Látom, hogy rád szoktatok, és úgy szívjátok fel, mint a tápoldatot. Nesze neked ember! Kösz, hogy szóltatok. Minden sellout a chat hibája. Jó, hát akkor, ha van nyersanyagom, akkor csinálok, de nincs. Várjál, de gírt tudok craftolni. Ez az. És akkor viszek egy másik kalapácsot. Meg egy fryt. Jaj, igaz. Bármit is mondtam, igaz. És akkor ezt berakjuk ide. Meg amaszt oda. Bocsi. Az a legidegesítőbb, hogyha taknyos vagy. Mondjuk ez ilyen streamer probléma. Bedugul a fülem. Orfújásnál. És akkor utána ki kell vegyem a fülest, mert különben nem tudom kidugítani, meg idegesítő. Nehéz életem van, ugye? Gondoltam. Áó! Na megint fejbe basztam magamat a izével. Jó. Na. Find your way to town. El kell menjünk valami városba. Ready to make this remnant verification a one and done thing? I'm sending you to visit Colossal Cappy. If that old anomaly doesn't induce electromagnetic resonance in your car, then we're free from Tobias's fever dreams and we can get you out of here. With that antenna fixed, you can now detect stabilized road junctions in the outer zone. You've got a stable route heading straight to Cappy's front door, but the energy readings are off the roof. I advise you not to take the zone lightly. Óvatosak legyünk, oké. Which would make my life easier, so. Your call. Egyébként itt a zónákat, hogyha megnézitek jobb oldalt, egy ilyen csomó stat ki van írva. Hogy miből mennyi van, mi mennyire veszélyes. Nyilván tök jó lenne, ha tudnám, hogy melyik mit jelent, de még nem tudom. De egy csomó mindent be kell szkennelni, hogy megismerjük az anomáliákat. Azokat például írja legalul. Hogy ebbe a zónába elrablók vannak, meg ilyen elektronyos tornyok. Na jó. Goingoljunk. Anomália, igen. Na, és akkor most egy zónával odébb megyünk, de akkor át kell haladni az előző zónán. Gondolom. Car abilities. Várjál, mi szuper képességei vannak az autómnak. Hát nincs neki egy se. Ja, hogy ott a kézifék. Aha. Tehát a kézifék egy képesség. Nagyon jó. Ott is van. Az XL úgy kézifékezek, hogy beszartok. Jó. Indulhatunk. D. Gáz. Bal kettő. Szigorú, padlógáz, hány sebességet, sasz a szar. Jobb oldal. Igen, egészen biztos, hogy amúgy unlocked a framerate konzolon a játékban, mert néha nagyon smooth. Néha meg kaga. Aha. Először az egyeshez kell menjek, és csak utána tudunk majd tovább menni. Tu-tu-tu. És akkor most mit érdemes csinálni, mikor áthaladok egy zónán? Érdemes lootolni, vagy? Meg Klárika mindjárt megmondja. Perpetual stability. És akkor várja, hol lyukadok ki?
Tehát most föl kell charge-oljam magamat, és akkor automatikusan továbbugrok a következő zónába? Vagy ez a narancssárga jelzi, hogy ide kell menjek, és ez visz tovább? Gyanítom, ez a narancssárga kell, aha. És az, hogy odarakok egy jelzőt, aha, az így látom. Jó, hát ahogy nézem, most elfogytak az utak. De mi is, akkor így minden egyes háznál érdemes megálljak lootolni például? Persze nyilván ezt ki kell ismerni a játékot, hogy hol van jó loot, hol nincs. Nyilván ezekből van a fejlesztés. Öt pólót kivettem. Az mi az? Hátizsák. Azért van itt minden. Canned food. Hát rakd át a kaját is. Az valami bolt. Csak gondolom, aztán megjön majd az eső, meg jönnek az anomáliák, és ha túl sokat maradunk egy zónában, akkor tönkre megy az autó, és akkor hiába lootolok sokat. Azért gondolom, így el kell találni, hogy mennyit érdemes maradni egy zónába. Aha, a canned food az nem fér el. Az mit csinál a canned food? Ja, HP-t ad. Hát fogyaszd el akkor. MRI. MRI kóstolós vidi. Jó. Most egyelőre tovább mennék a második zónába, mert majd lootolok ott. Aztán ez persze lehet, hogy hibás döntés. Nem raktam P-be? De. Azt nézem, hogy az 50-50 az micsoda, az a pajzsa a kocsinak. Hogy hol látom, hogy a... Hol látom a bengát? Az az aksi, az a pajzs. Ja, ott látom a bengát a műszerfalon, ahol egy rendes autóba, te hülye. Várjál, kapcsold be a... Azaz. Jó, azért ritkán van egy videójátékban, hogy ugyanúgy kell kezelni, mint a való életed. Akkor ne töltsem fel az ARC reaktoromat? De az kell a fejlesztésekhez, nem? Tehát, hogy csak el kéne vinnem a bogyót, nem? Vagy hogyha berakom, akkor automatikusan kivisz a pályáról? Ott közben ott mindjárt értem jön az Alien szoppanátor. Nem visz ki, de hát akkor elviszem. De várj, és a bogyót, azt berakhatom a csomagtartóba? Ja, csak akkor elkezd szűkülni a kör? Nem csak rakjam be. Ja, és csak akkor visz ki, ha beaktiválom. Oké. És csak egy bogyót tudok elvinni? Ja nem, ez itt tölti. Aha. Júj! Ne szopkolj! Várjál vissza, deppát! Hát neki baszott a szoppantó egy izének, de legalább leráztam. Jézusom, húzzunk innen, mert... És akkor hol látom? Ja, a szélvédőt baszta be ott narancssárgállig. De jó vagy! Rohadjál meg, ufonauta. El akart vinni a mély telepre. Mondjuk örültem volna, hogyha az infrastruktúrát a polgármester egy kicsit fölfejleszt itt a környéken, mert... Gyakorlatilag a semmi közepén kell végig autózzak. Még nem raktunk fel offroad kerekeket. Nem baj, bírja a kicsike. Nem megyek neki a fának. Mi a püpüpü? Milyen püpü? Mi a püpü oka? Mi volt püpü? Áll! Valami püpü volt.
Reméljük nem esik le a kerék. Hűte. Azért néha bele akarok egy kavicsba, és így elrántja a kocsit. Mókás. Az mi az a monolit? De ott egy farm. Bár itt is van gonyó. Azt is el kell vinni. Ne állítsd le a motort, kipattanok, viszem. Még kell mindig ilyen ijesztő hangeffektet adni hozzá extrába? Edd meg. Nem aktuális az ablaktörlő, most mi, felszámolod, vagy... Mindjárt fölvillan valami a kijelzőn. Hűde, íd, válj ide meg, könnyen forog. Mindjárt fölvillan a check engine, aztán lesz páni. Country no road. Mi ez a pügy-pügy? Mi az a... Mi volt az a körfűrész? Mi a fasz? Mik ezek a hangok? Nyugodjon már meg minden! Jaj, nem! Ne ott te húzzál innen! Be akarom szke... Nem! 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 Hagy! Nem! Ne! Csak be akarom szkennelni a körfűrészt! Ezt szkenneltem? Can opener. Na jó, tűnjünk innen. Nyugi, nyomod! Elég mókás kis anomáliák vannak ebbe a játékba. Úgy. Az ott az mi az? Állj meg. Mi volt? Fővillant a check engine. Mi most azért, mert ferdén állok? Ja várjál, kézifék, kézifék, kézifék. Ja, azt úgy nem lehet behúzni, azt csak így farolgatni lehet vele, jó? Van egy kis stalker vibe-ja is a játéknak, igen. Ott egy kaminyon, hadd szedem szét! Szerintem így nem működik. Na de melyik részét fűrésze? Ja, ezzel csak tölteni tudok. Hát jó, az most... De nem tudom a vazsat kilopni belőle. Na, add ide a gumit. Az például jó. Kereket és az ajtót, oké. Okay. Hát van neki bőven. Sörény, köszi a 80 hónapot! Nem arról volt szó, hogy pénzügyileg off... Na mindegy. Nyuszi pofi, neked is köszi a 20-at. Igen, amúgy jó a game. Érdekes, mert más, mint a megszokott gémek. Sörénynek lenulláztam a számláját a hónapra. Hát figyelj, lenullázlak testileg, lelkileg, érzelmileg, financiálisan. Ott segítek, ahol tudok. Jó, hát legalább kinyertünk jó sok gumit.
Szilvi, neked is köszi az egy évet. Bár te már voltál, de ismétlés a tudás anyja. Inventory full. Jó, akkor jók vagyunk így. Majdnem a roncsautóhoz mentem. És már lassan fölfele is szájba verem magamat az évvel. Úgy. Ez az. De olyan határozottan bassza le a csomagtartót, hogy... Menjünk tovább. Kíváncsi vagyok a zónára. Nyilván ezt a játékot is metodikusan lassan kell játszani, csak... Ilyenkor persze az ember, amikor csak egy bemutató streamet tartok nektek 2-3 órába, akkor azért próbálok haladni, hogy aki nem ismeri a játékot, ahogy én sem, minél több mechanikát lássunk belőle. De hogy ez például tipikusan nem az a kapkodós játék. Jó, hát most a jobb első lámpát szétztuk, előfordul. No stress. Pedig lehetne belőle még egy? Hát nekem is lehetne bizonyos dolgokból még egy, de hát nincsen. Charge Station. Ötöti az aksit. De várjál, mennyibe kerül? Ne utólag mondjad! Jó, hát lehet tölteni a személygépjárművet, ha úgy van. Út! Oda néz, út! Mi? No! No, no! Nem, nem! Mi a fa? Rá ledobott valamit! Engess el! Kinevetett a elrabló, és már be is akarta ültetni nekem a... Mit csinált? Te szemét. Valamit be... Halló! Arararararararara! Hőte! Hőte! Na! Együtt megyünk, jó? A kézifék. Nem lehet használni a kéziféket, csak farolni lehet vele. Mi ez a sok értesítés már megint? Lényegtelen. Na és akkor átmentünk a mapon, és akkor travel tovább, ez az. Megmoleszterálta a kiskocsinkat, az elrabló nem csoda, hogy tovább gurult. Elege volt. Nem kell P-be rakni, az csak ajánlás, ne legyetek ilyenek. Wear and tear. Oh yeah. Town center. Okay, hello everybody. I'm here at the town center. I'm ready. Never wanted to think about this place ever again. Uh-huh. Edor Town. Colossal Cappy is smack dab in the middle of where Sierra used to be. You can't miss it. Okay, I'll go into the city. Thank you. Azt beszéltem, külföldiül meggyűjtünk ide vidékre, itt valami vidéki városközpont van itt, ne? Most bemegyünk a városközpontba, és ottan akkor majdan a Jenő úrhoz oda megyünk, és megyünk is there a reason you're driving straight towards the largest honking anomaly in the zone? You wanted to know if there's a speck of remnant energy in that car? Ja, hogy a zóna legnagyobb anomáliáján a közepéhez megyünk. Jó, ezt mondjuk jó tudni. This is how you do it. Using Cappy to amplify the remnant signal. That's insane. Viszont legalább lejt az út, tehát lehet neki csapatni. Ó, itt van ilyen kilátó.
driver? Are you sure about this? Nah. Well, they'll be fine. Uh-huh. It's not fine. Look at those radiation spikes that Colossal Cap is still giving off after all these years. To achieve any sort of resonance, the driver's going to have to get right up against Cappy. I get you, Francis, but Oppie's got a point. Any remnant energy lingering in the car is too weak to detect with conventional methods. Really? You're gonna take her side? Yeah. This isn't about sides. It's a good plan. I won't risk someone's life just so we can log another remnant sighting. The driver can make their own decision. I'm not forcing them to do anything. For all I care, they can lay down and wait until the instability takes them. That would get them out of my hair much faster than all of these shenanigans. Arról beszélgetnek a rádióba a kollégáink, hogy egy 10-es skálán ez mennyire öngyilkosság, amire most készülünk, 12 vagy 14. És nem tudtak megegyezni. A döntés rajtam áll, hogy meg akarom-e vizsgálni itt közelebbről ezt a helyet. Olololololo. Az ottan mi? Most menjek bele? Halló? Hűtje az gyorsító volt az anyád! Nyugi, kibírta a kicsikot, nyugi. Jó, a sárga gyorsít, ezt is megtudtuk. Jó, most le kell menjek a város közepibe. Country road, take me home. Az így lejtő lesz. Ott van, ott van, ott van! Nyomod! Nyomod! Hűtje! Azaz! Nem, nem... A nagy rösssel érkezett meg a fiatalember. Jó, nyugi, itt egy kicsit radioaktív a szituáció, de nem kell beszarni. Ez itt egy út, ami megyek? Aha, jó. Várjál, mert... Ne legyünk ilyen hamariak. Áll. Aha, de itt Palpatine szenátor fogta magát, azt szétbaszta a kocsit egy szempillantás alatt. Nyugi, nem aggód. Itt van valami anomália, ne szarjatok be. No response. Maybe you need to get closer to Cappy's core way up there. Can you find a way to high ground? High ground? Persze. Mindjárt szétesik a kocsi. Föl kell menjek a hídra. Oké. Okay. Csak kicsit csúszik. Várj, az robban, bassz meg! Jajjaj! Nyugi! No, no, no! Do not worry, do not... No, no, no! Semmi, Chernobyl! Nyugi, gáz! Nyomod! Kicsit... Volt egy kis didurranó, Jar Jar. Nem aggód, nem aggód! Belecsúsztunk a turistákba. Állj! Ne, nyugaló! Nyugaló, nem kell szép volt! Nyugi, egybe van! Egybe van? Hát, ha itt a... Jó, most a lámpa nincsen. Kicsit megsérült a külső borítás. Nem kell beszarni. Ilyenkor azt kell csinálni, előveszed a glettelőt, azt le kell festeni a gecibe. Nézd meg! Hát semmi baj! Gurulni gurul, nem? De! Na, hát akkor meg... Kerék megvan, 4 darab található a személygépjárművön. Még kell mindig itt izé parázni. Folyamatosan itt izguláztok, jobbra-balra. Nézd meg, egybe van. Hát kicsit recsek, kicsit rotyog. Olyan, mint egy jó bableves. Úgy is van. Hát na, semmi gond. Na, szóval föl kell menjek a hídra, azt mondta, igen. Jövök már. Sebességbe, dír, gáz. Jó, hát ott kicsit volt egy pár turista, akik ugye tudjuk, hogy robbannak, az ott egy boldog baleset volt. Jó napot, itt is laknak egy páran, elnézést, csak itt átuta... Hűtem, elférek, nyugi. Nem robban, köszönöm, nem robbanunk. Köszi, szia, nem robbanunk. Nem nyílik meg a föld alattam, köszönöm. Igen, ide jöttem amúgy. Itt vagyok én. Most.
Aha. Car's still not close enough to Cappy. What now? How about launching the car into Cappy's core? Deshig! I'm sorry. What? It's simple. The driver jumps the car into the heart of the anomaly, and if I time it right, I'll open the gateway and extract them. And if you don't? I've run some calculations. I think it should be fine. Menjek bele a kocsival az anomália közepébe! What's an experiment without some risk of total annihilation? Who says that exactly? Aha. In no way, shape, or form should you be doing this. Well, but you know, if it's the only way, you got this kid for it. Csutkázzak bele a közepébe. Jó. Hát miért ne? Persze. Hát hogy? Open the barricade. Na várjál, hol az irányító torom? Bridge Tower. Ott mindjárt kinyitjuk a kaput. Jó napot. Elnézést, itt csak öngyilkos misszióra jövök. Ott az le is nyilott. Hát azért szétbaszok pár számítógépet, ha már itt vagyok. Érted? Loot legyen. Azért az kellhet. Hát azért, ha meghalok, gazdag a halljak meg, nem? Úgy. Köszönöm. Te mit csinálsz? Transmuter. Ez valami készülék. Ja, itt tudok csinálni healet? Aha. Jó, az most nem akarok transmutálni semmit, köszönöm. Jó. Na, hát... Srácok. Azt mondja. Berőfent. Dénes. Gáz. Mindenki fogja meg a mellette ülő kezét. Mondom a kezét. Ojjaj. Ott a gyorsító, nyomod! Jövök! Noki! Jaj, te! Baszod, bocsánat. Visszajöttem. Kicsit lestukkoltuk a falat. Hello. Cappy fried my transmission systems. Thought I lost you for a moment. Well, it all worked out, didn't it? The gateway got you out, and it looks like the ARC device is still intact with all the data it's recorded from your drive. And my plan worked. Cappy amplified the car signal, and it matches. Looks like Tobias and Francis found their remnant after all. Unfortunately, what they've been saying is true. The remnants drive their victims mad. Mm-hmm. Maybe that car, having sat dormant for this long, will give you a little more time. A lényeg, hogy megbizonyosodtunk róla, hogy ez a kocsi, ez egy remnant, és meg fogok tőle őrülni. Hát én hallottam már ilyenekről, hogy vannak emberek, akik meglátják a megfelelő autót, és megőrülnek, automatikusan kiakad az állkapcsuk, és beszállnak az anyósülésre. Nincs ezzel baj, de az nem egy egészen ilyen szenárió volt. Sorry, I don't have better news for you. I'm still game to get you out of here. The faster you leave, the longer you'll have to enjoy the rest of your sanity. Hát akkor élvezzük ki az utazást, amíg nem vagyunk bolondok. So far leads to a way out. Why don't you head back out and chart some more? You can get in touch with Tobias and Francis while you're out there. Jó. Akkor tovább kell explorálni. Jó, hát most egyelőre jelen pillanatban tulajdonképpen az első feladat az volna, hogy megjavítsam automobilt. As much as the zone takes away, sometimes she also provides. Jó. Az mire jó, az a piros. Meeting minutes. Ez csak ilyen lóritem? Ez a piros. Nem tudja valaki. Store in the fax machine. Várja, be kell rakjam valami fax készülékbe. Hol van a faxom? Sose találom meg a faxomat. Valószínűleg túl kicsi, és ezért, de... Ez nem a faxom. Nehogy már, azért az ember legalább a saját faxát találja meg. Nincsen faxom? Na, egyre jobb. Köszönöm, Hirx. Ezt te honnan tudod?
Nincs még faxom. Sajnálom, ha csalódást okoztam most nektek, de... Egy darab faxom nincsen, ne, se kicsi, se nagy. Jó. Elpakoltunk mindent, jöhet az ingyen loot. A barátságos kukából. Kösz az ajtót. Köszi. Jó. Na várjál. A lámpám az tönkre ment. És akkor ilyenkor, ha kicserélem, akkor mi lesz a hibás darabbal? De nem a... Tehát a hibás darabbal mit tudok csinálni? Van valami kuka? Vagy valami földolgozó? Vagy valami szétszedő? Majd lesz bontó. Majd, jó. Akkor majd, ha lesz, akkor majd örülök neki. Hát akkor addig elrakom az ép darabot. Akkor addig ezt is lebontom, add ide. Ó. Ja, hogy ezt nem lehet szétszedni, mert ez craftolt item. Jó, hát most már ezt is tudjuk. Legközelebb elolvasom. Csak azt hiszem el, amit a saját bőrömön tapasztalom. Nem lehet a kukát ilyen dolgokra felhasználni. Nem baj, megtanultuk. Adsz még lootot? De mit kezdjek ennyi ajtóval? Nem baj, a szándék a lényeg. A kedves varázs kuka. Nem fér el. Ne idegesíts már, hogy ne férne el. Huszasával stekkelnek amúgy a nyersanyagok. Úgy. Most várjál már. Úgy. Oké. Na hát akkor loot. Vedd már elő, ne kelljen könyörögjek. Azért lehetne egy autó loot felszippantó gomb. Ne kelljen így egyesével ránézni. Így könnyű misszelni. Ja, később lesz rá eszköz. Persze, mindig minden később. Sose most. Nem, amúgy egész jól fölveszi. Kivéve, ha ráesik a dobozra. Jó. Az. Amúgy ezek szerint egész sokan játszátok a játékot, tök jó. Akkor azért ezek szerint megtalálta a maga közönségét, gondolom így az E3-as trélereknek, meg egyebeknek hála. Amik azért végig kísérték. Megmondom, tényleg a review nagyon jók lettek a játékról. Ha most még egy ajtót ad... Köszi. Jó. Na. Akkor pakkancsá be. Zsír. És akkor nézzük, milyen állapotban van a gépjármű. Hát szerintem teljesen jó minden. Egy picit azért meg kell szervizelni egy-két helyen. Na, figyelj ide. Reper puty. Abba a pillanatban kezdjük a glettelést. Kicsit több glettelő kell. Még jöhet a glettelő szerintem, azaz. Jó. Meg tudom glettelni a Z-t is. Nem azt akartam, a lámpát akartam meglettelni. De nem, mert az mechanikus cucc, gondolom. Vagy megjavított? Megjavította. Többnyire. Nem teljesen. Nem tudom, a sárga mit jelent. Jó van, az úgy. Mm.
olyan, mintha ez egy olyan túlélő játék lenne, ahol van egy peted, akit folyamatosan életbe kell tartani. Csak itt a peted az autó. Ja, meg kell szkenneljem, aha. Aha, elektrician kittel kell megjavítani. Na mindjárt elektronyos kit leszek én, olyanom még nincs, ugye? Nem olyanom nincs, ezt ki kell vajon tanulni? Vagy már van nálam, csak nem lehet craftolni. Tudok fejleszteni? Nem, mi nem hoztam elég szoppantót. Missing ingredients. Ja, kell 4 gear, meg scrap metal. Aha. És ez a method deconstruction, ezzel lehet izé szétszedni a cuccokat. Pedro Pascal szimulátor. Így van. Tankolni is kell. Nem tudom, mire írtad az L2-t, Hirx. De értékelem a próbálkozást. Ja, hogy a craftba másik izénél van. Köszi. Erre gondoltatok? De hát ez itt mindent mutat. Ez az óval. Mi a kutatónál? Ja, hogy ez csak a garázs! Hogy szia, azt amin... Aha, jó. Az anyámot. Jézusom. Aha! Jó, hát van mit fejleszteni a videójátékba. Aha, steel door. Jobb kerekek. Hűte. Side storage. Side tank fueler. Large fuel can. Az anyámat. Plazma töltő. Hűte. Impulse emitter. Turbo engine. Jó. És akkor az electrician kitet ki kell kutassam. Igen, itt a porszívó. Ott az electrician kit. Aha. Ehhez meg kell egy research bulb majd. Azt nem tudom honnan van, de hát valahonnan majd kell olyat csinálni. Csüte! Jó, nem spóroltak semmivel, ez egy jó dolog. Akkor valószínűleg még új headlightot kell akkor gyártanom, hogyha akarom, hogy működjön. Gyógyulgass. Hol tudok road flare-t craftolni? Nem tudok? Azt se tudok, de szemét. Azt is csak lootolni tudod? Igen. Nincsen road flare-em. Azt tudom, hogy lootoltunk egy csomót. Jó, hát amúgy nem kell a világítás. A villanykörtét már ki tudom kutatni, de várja, magát a villanykörtét is külön ki kell kutatni? Ja, ott a bulb. De az a research bulb. Villanykörte. Igen. És azt kell. Refine. De ez csak sima bulb. De nem research... Ja, hogy... Ilyen
tehát amiről X beszél, és teljesen egyértelmű, csak ugye én fogyatékos vagyok, hogy a research bulb az azt jelenti, hogy kutasd ki a villanykörtét. Én meg azt hittem, hogy egy különleges kutató villanykörtét kell csinálni. Na, mindegy. Jó, értem. Most ebben nem menjünk bele, hogy hülye vagyok, jó? Nem újdonság. Jó, hát ez egy ilyen misztikus játék, hát azt hiszem, ami különleges villanykörtét kell neki csinálni, hát mit tudom én? Ott az elektrisán kit. Hát a különleges villany, hát ilyen kutatói villanykörte. Hát honnan tudod, hogy nincs se? Hát te kutató vagy? Electrician kit, ott is van. Hát, na, már elektronyos szerelő is vagyok, jó? Nevethettek rajtam, de én vagyok az elektronyos szerelő. Nézd meg, és már megyek is, és már meg is javítom. Abba a pillanatban villanyszerelő. Koszos atlétába házhoz megyek, megszerellek. Ja, most kell még egy. Jó. Villanyszerelő extrákkal. Az ampervadász. Köszönöm szépen. Ez az. Még az életben nem kapcsoltuk be a lámpát, de részletkérdés. Jó. Akkor that is it. It is very good. You know very good. Very good means it is very good. Oké? Okay? Oké. Okay. Akkor megvagyunk. Van csere scrapperöm a kocsiba, mondom én, de hazudok, mert nincsen. Azt hittem, abból is csináltam újat, de nem csináltam, úgyhogy azt csinálunk. Yes. Azt dob be a csommerbe. Jó, feszítővasam van. Kalapácsom van. Kell még valami? Azon kívül, hogy ne verjem a fejemre azért. Feltöltöttem, megtankoltam. Ja, szélvédő. Mi van a szélvédővel? Ceiling kit. Ha betört, hát most szellős egy picit, most mit kell ezért annyira tisztizni? Ha leragasztom. Úgy is van, kicsit megköpködött, és már jobb, mint újkorában. Jó. Azt is berakhatod az automobilba. És kész vagyunk. Jó. Ready to rock and ready to roll. Valamit kell magammal vigyek? Nem, rengeteg nyersanyagom van egyébként. Scrap metalt kéne hozni. Nem tudom egyébként mit érdemes fejleszteni, azért ez ijesztően rohadt sok minden van. Na, kézi szoppantó, blowtorch, de hát majd a játék hozza magával, hogy mi kell. Bár, srácok, így van, mert műszakira kell felkészíteni, bármi van, szóljatok nyugodtan. Megoldom. Na, akkor ki kell jelöljük a desztinációt. És akkor hova menjek? Hangzik a kérdés a streamertől, mert elég sok felé lehet. Mint hogy mi alapján érdemes desztinációt választani, vagy tulajdonképpen tök mindegy. Bárhova mehetek. Akkor ide megyek. Fabbe társadalom, ez az én döntésem. Kéne nevet adni amúgy a kocsinak. Legyen a neve Elizabeth. Gyerünk, kicsim. Bár úgyis csak kicsimnek fogom hívni Elizabeth-et, úgyhogy mindegy. Figyelj, farolj! Ott kézifékkel fordultam ki. Mi baj a jobb hátsónak? Csak most vettem észre. Ácsi! Mi az, hogy csúnya lány az Elizabeth? Dehogy csúnya lány! Most még kell ilyennek lenni, hogy csúnya lány? Dehogy te vagy már egy csúnya lány! Jó, hát kicsit selejtes a jobb hátsó, most már mindegy.
A szépsége belülről fakad, jó? Lehet, hogy külsőre nem egy ilyen top modell alkat az Elizabeth, de... őszintén térdel, jó? Vannak dolgok, amik kívülről nem látszanak. Na, most akkor nincs küldetésünk, az a küldetés, hogy... lootoljunk. Hol vagyok? Ott vagyok a semmi közepén, jó? Egy pillanatra egész szép volt, amit beszélt. Nem értem, mire gondolsz, Sörény, hogy mi rontotta el. Fogalmam sincs. Ez végig szép volt. Na, már megint ilyen fura hangok vannak. Ja. Csak így beszkennelem az anomáliákat, ha már... már így léteznek. Holy moly, holy moly! You kidding me right now? Na mi van? Poppy, you saw it too, didn't you? Tell me you saw it too. Ne, saw what? Mi van? What do you mean what? The hallucinations, like the ones from 1961. Nem they volt hallucináció. Blip, like blink in your... wait. You didn't see it? I was in a total blackout. Colossal Cappy fried my systems. Ezek már hallucinálnak. Right? Aki vere, gratula az egy évhez, köszönöm. Big surprise. Jaj, már megint ott van a szobbantó. The driver's alive and your remnants verified. Isn't that all you wanted? Now, why are you two yapping about the mass hallucination? When Cappy amplified the remnant signal, it triggered another hallucination event. But it only lasted 3 seconds this time. And left right anomalia. Az jó hangzik. West of us, specifically... yeah, somewhere in the deep zone. That's impossible. It's been 40 years. Micsoda? Kéne kerülni az ufonautát, csak eléggé lassan megyek a fűbe. Nem vett észre, nyugi? Na, itt egy ház. A ház lootot jelent. Not all. This hallucination wave that triggered, we picked up its waveform, and turns out it's equal and opposite to the remnant's waveform. They're paired signals. It means they're related. And what's more, lampa. If we bring that car to whatever this mass hallucination source is, na, ehhez we kell have a chance a of nullifying the remnant and breaking its bond with the driver. A simple destructive interference. Ah, gotcha. This is insane! After all this kicsit time, van egy balsugárzás, de mindegy. Nem részes. Because this is the best thing that's happened in decades. Just when things were getting dull. The remnants. It was a key to the mass hallucination. This whole time. Yes, and you nearly destroyed it. I... Halucináció. Most jönnek rá, hogy a remnant okozta. This is you, Francis! We have so much work to do! I know, I've already pulled every report on the mass hallucination event. Driver, listen, you stay safe out there. We'll report back to you once we've gone through all of this data. There's a lot of it. And be careful. Oppie's not in the right mind, okay? So, watch yourself. Loot. Loot. Minden beszkennelünk. Jó, ott a ufonauta. Itt valahol mozog a föld, azt akarom beszkennelni, csak nem látom. Ne rázd meg, léci, kösz. Ú, mennyi. Persze, hogy egyből elkap.
üldöz már! De követős! Hát ez csalás, az áram nem tud követni. Hát vagy megbasz, vagy nem. Ez az, fat loot. Megtanulom körbe táncolni. Ajaj, el kéne menni hílelni. Ne! Látod? Pont hílelni akartam. Nyugi, figyelek! Nyugi, ne, nyugi, nyugi, semmi. No problémo, az a kis sugárzás, az nem tud ártani. Hílej már, mert meghalunk. De itt most miért van sugárzás? Az előbb nem volt sugárzás. Jó, itt jó. Ott hagytam, jó, ott hagytam valamit, mindjárt csak kicsit haldokolok, de mindjárt jobban leszek. A wifi kapcsolat megszakadt, írja ki a PlayStation, miközben megy a stream. Aha! Érdekes. Elvitte a internetet a anomália. Mik vannak, ugye? Na, hol hagytam ott? Mit hagytam ott? Ne rázd meg, te fes! Nem is volt ott semmi. Ez az igazi anomália. A lila lámpánál. Az valami design volt a... Ja, hogy az a kocsira egy izé matrica? De jó. Hát rá, pimpelünk. Ó, nagyon jó. Oké. Na, attól eltekintve, hogy majdnem megdöglöttem, ez egy sikeres lootolás volt. Kicsit terepezünk, terep 2. Nyugi, nem vesz észre. Fogalmat sincs, nem tudja, nem tudja! Nem! Hagyd békén! Elizabeth! Elizabeth! Engesd el! Az anyád picsája. Ha. Jó vagy, kicsim? Mit csinált veled? A szemétdisznó. Te büdös bunkó, te! Megrángatja a hajánál fogva, mintha valami olcsó ribanc lenne. Felháborító. Ne a... Úgy. Tilosba parkoltam, igen. Vittem, köszi! Menjünk, kicsi, mert jön a szoppantó. Na. Jó. Még kellenek majd a kiutáshoz, hogy elmegyünk a következő citronyos sárgához. Ne, ne rázd meg, légy szíves! Nyugi, jövök!
Várjál, mert itt megy egy... Aha, az a piros vonal, az a fűrész. A fűrész 3. Jó, az ott messze van, nyugi. Vittem, kösz. Jézusom! Elizabeth, ne pattogj! Beindultak a földmozgások. Jó, most már tudunk ugrani. Gáz. Ők el kéne vinni a nagyot is. Mi az a piros ott a té? Nem! Nem, Elizabeth! Nem! Te fos! Megint megrángatott. Hű, csúszik! Ez az. Janihoz képest nyugodt vagyok. Hát most mit izguljak? Hát uralom a helyzetet. Nem kell beszarni. Jó, a kicsi kocsi. Működik. Most mi az a sárga ottan? Ott hívnak az UFO-k? Ja, ott tudok majd kimenni, jó. Még nem kell itt izé beszarni. És akkor megyünk. Megyünk még az épületekhez. Elférek, nyugi. Arra. Úgy. Vigyázzál, mert szoppantó van, de... Kiváló gépjármű. Bomba biztos terv, és akkor nincs min izgulni, srácok. Mind csak elhatározás kérdése. Mitől vált pirosra a menekülő gateway? Néha lezáródik, mert határellenőrzés van, vagy mi? Na mindegy. Ja, túl közel vagyok. Ja, hogy az csalás, hogy messziről kell belinkelni. Aha. Várjál, itt van egy út. Ó, várjál, error van! Rángassa! Aha, ez a left-right, ez itt berángat mindent. Jó, nyugi, ott a loot. Minden rendben van. Körfűrésszel vigyázni. Azaz. Jó, ide is be tudok menni, aha. Halló! Kösz. Toolbox. Az is lootos. Hát közben itt megnyílik a föld alattunk, de ne aggódjatok azon. Receiver. Ja, szét kell Johnny-zzam. Ne a ládák is ki, te. Jó. Az is megvan. Szekrény. Azt is vittük. Ez mi? Ajtó. Ó! Oh! Azt hittem már valami jóféle budi. A HP-m, HP-m, akkor azt használni kéne. Use. Zsír. HP-nk is maxos. Mit mondtam, hogy mit akarok vinni haza? Scrap metalt kell vinni haza. Még fémet kéne bugázni, testvéreim.
Kezdtek el a híl, azt hittem csak egyetlen. Jó, még tovább megyünk, mert még fémet kell bugázni. Nem ugratok, ki kell bírni a... Mondjuk a kocsiból is bugázhatok fémet. Ja, sárgának van ilyen hangja. Jó. Eltört a szeletelő, de van másik! Azt hittem a kocsi alatt nyílt meg a talaj. Inventory full, semmi gond. Ha nincs hely, csinálunk. Nagyon chilles egyébként ez a kocsi szeletelés. Továbbra se fogom megszeretni a kontrolleres irányítást ilyen belső nézetes játékoknál, de... Ez már csak részletkérdés. Mi ez a hang? Valaki dudál. Még egy olyan mechanikát lehetne rakni a játékba, hogy amúgy... Ahogy telik az idő, elkezd magától szűkülni a kör, vagy nem tudom. De akkor kevésbé lenne chilles, hanem akkor úgymond időre menne a game. Ez úgy már kicsit másik játék lenne, de az is mókás lehet. Ja, van benne ilyen mechanika, hogy egy idő után elkezd összeomlani? Ja, csak most még itt a kezdőhelyen ilyen chilles, aha. Jöttünk messzire. Ah, már van 30 scrap metalom, úgyhogy mindjárt mehetünk haza. Ajának nincs hely? Hova raktam? Kezembe? Ó, oh, milyen csini odú. Mhm. Cooler. Na jó, kipakolok. Ezt azóta nem csuktam le a csomagtartót? Jó, nem azért mondom, nem lényeges, csak... nem felejtettem el, jó? Csak nem figyeltetek. Gumikacsa. Jó, ezeket mind szét lehet cseszni. Ja, az itt volt a kezembe a műanyag. És ezt nem lehet? Én nem lehet a kasszett playert szét barmolni. Jó. Na, szerintem kitakázhatunk. Bár még vannak itt épületek. Ah, addig kísértem a sorsot, míg meg nem bánom. Lecsuktam a csomagtartót. Na mindegy! Ez itt, ez mi ez ez? Ezt a Jani játszotta. Elég sokan, több ezer... fölött van a Steam konkurentek száma, igen. Elég sok, de... nem is tudom, mivel játszottunk tegnap? A Galactic Survivor-rel azzal is elég sok ember játszik. Tehát, hogy az a jó a videójátékokban, hogy nem csak én játszhatok velük, hanem ti is. Ez például egy kifejezetten jó dolog. Ja, de ezt kifejezetten a Jani játszotta. Aha.
Melyik Jani? Melyik Jani játszotta, nem tudjátok? Kovács? Mi a játék lényege? Szia Turika, üdv a cseten, első üzenetnek kiváló. El kell vinni a gyűrűt Mordorba ezzel az autóval. Hú, de beindult itt a muzsika, te. Még loot? Mi hagy kint ennyi ragasztó szalagot a semmibe? Ezt a pazarlást. Jó kis szikszalag. Na jó, most már kezdek félni, hogy megjön a... Megnyílik a pokol kapuja. Úgy húzzunk haza. De ilyenkor érdemes közelebb menni, és csak akkor kinyitni a kaput? Gondolom. Nem kell jaszkarizni, kicsit közelebb megyünk a kijárathoz. És majd akkor. Nyilván lehet egyébként ennél a játéknál is egy csomót számít a tapasztalat, hogy kitanulod, hogy melyik részek milyen loot-tal kecsegtetnek. És akkor... És akkor utána már jobban tudod, hogy hol érdemes megállni. Melyik az a része, ahonnan megkapod azokat a nyersanyagokat, amik neked kifejezetten jók. Megnyitottam a féregjáratot, Mónika, gáz! Gyerünk, Elizabeth, nyomon! Indul a Battle Royale! Ó, hát ez... Simán kiérünk! Dunat, a hűte! Lajos, Bono, hű, de miért kezdett el ilyen kurva gyorsan szűkülni? Eddig nem ilyen gyorsan jött, baszreg! Nyugi! Hű, de miért jön ilyen gyorsan? Eddig nem ilyen gyorsan. Nyomjad, kicsim! Á, itt van, már rajtam van a kör! Á! Semmi baj, Turika, csak trollkodok. Ez egy túlélős játék. Tulajdonképpen. Ilyen kocsifejlesztős túlélős sztoris. I owe you an apology. I screwed up. I nearly got you killed. The things I used to calculate as easily as turning a screwdriver, they're foggy now. Semmi numbers baj. Don't work themselves out like they used to. I haven't been myself for a long time, but I haven't needed to be. It's been me and this cursed place I created and nothing else for decades. Gondoltam, hogy mindenki bolond, aki itt bent rádiózik. Whatever caused the mass hallucination is still out there. I need to know what it is. And why the remnants are connected to it. Francis was right about the remnant and the mass hallucinations paired signals. If we can get them together, maybe they'll cancel each other out and you'll be free. It's a shaky theory at best, but it's the only lead we've got for now. You can do nothing and twiddle your thumbs until that remnant drives you mad. Or, if you're willing to work with me, I'll give you the best chance to survive this thing. Think it through. And fix up your car while you're doing it. You'll need to for whatever you decide from here. Köszönöm szépen, kollégina, a fejtágítást. Úgy. Na, ezeket még elpakoljuk okosba. És akkor most fog jönni a lényeg, srácok. Úgy. Rengeteg loot. Ez mihez ez? Na, ezt kerestem. Paint shelf. Ide kell rakni a színeket? Várjál, ott nézd meg, ott berakjuk a kéket. Ide kell rakjam a matricát is? Igen. Na, hogy tudom lefesteni a személygépjárművet? Várjatok, még itt a kezemben maradt egy kis H&M-es leakciózott kínai ruha. Úgy. Na, hogy kell lefesteni a kocsit? Kipakoltam mindent? Igen. Csab le, csacsi. Gondolom kell valami ecset, nem? Blue paint. Gentle, humble, beautiful. Igen. Vedd a kezedbe a festéket. Aha. Hát és ha kifogy?
bony. Hát nézd, ott bevadult. Hát így már nem is látszik, hogy milyen csúnya lány. Mi az, hogy macsingpény? Ja, hogy azt már lefújtam? Ja, de ugyanúgy látszik, hogy szar. Aha. Az majd nem látom, melyik van lefestve. Nagyon profi fényező vagyok, azt kell, hogy mondjam, gyönyörű, fantasztikus. Hát ez egy Ferrari! Hát konkrétan az. Ja, így lehet az egész karosszéria. Ott a Ferrari. Nagyon jó. Gyönyörű. És várjál, mert ott mindjárt a matricát is rákenem. Az hogy le? Equip? Na figyelj ide. Oda néz. Ott a kis péniszem van csíkot, figyeled? Hoppá! A versenycsík. Hát abban a pillanatban Dodge Viper. Gyönyörű. Hátulra is lehet? Á, hát megvan, hát kész. Á, hihetetlen. Hát ez egy csoda, te. Jó, nem ártanak így kupálni egy picit, hogy lássuk is. Hát abban a pillanatban ugye versenyautó. Hát ezt már a kisfiam is tudja. Ha csík van rajta, versenyautó, egyértelmű. Na mi van itt a Tinker Station-nal? Itt diagnosztizálom a kocsit. Ja! Hogy van valami hibája a kocsinak. Aha! Diagnosztizálnom kell, hogy mi a kocsinak a hibája. Hát mit tudom, az a hibája, hogy szar. Jó. Mit akarok? Meg kell szerelni ezt. Hol van a szerelőkészülékem? Add ide. De nem nem csak fosul néz ki, de rendben van. Nem is semmi baja nem lett az autónak. Így néz ki, amikor nincs baja. Hát tök jók vagyunk. Kicsit érdekesen lett lefestve, de na oda se neki. Néha a kocsi magára szed valami heppet, például elindul a rádió, kinyílnak az ajtók, stb. És erre rá kell jönnöd. Aha! Hát gyakorlatilag kocsi orvost is kell játszani. Zseni. Na jó! Én szerintem ez egy ilyen jó befejezése ennek a játék bemutatónak. Srácok, ez a Pacific Drive. Hogy tetszett? Ez ilyen lassú game, nagyon atmoszférikus szerintem a játszi. Tehát kifejezetten ez a szépen lassan bevonz magával a világába, de érdekes a koncepció, hogy egy ilyen autófejlesztős. Nyilván ez is egy ilyen jó 20-30, ki tudja mennyi órás játék, tehát így nehéz az eleje alapján látni, hogy mi van még benne, de így a fejlesztési fa alapján, az alapján, hogy ilyen nagyon manuálisan kell mindent így megszervezni benne, nekem nagyon tetszik, tök retro. Hogyha tetszik, akkor nézzetek esetleg review-t róla, hogy nektek való-e, de nyilván láttam itt a cseten, hogy sokan már nyomjátok, úgyhogy akinek esetleg megtetszett, nézzetek utána, tök hangulatos a game, és ugye féláras úgymond. 15 óra a sztori, 40-50 kb. A fullos végigjátszást, azt írja nekünk Grad. Köszönjük szépen. No! Úgyhogy ennyit már, ennyit erről, majd beszélünk róla az aputestbe is biztos, pláne, hogy Jani is játszott vele, mint ugye chatről is megtudtuk. Szóval jó lesz ez. Ágoston! Köszönöm a csíreket! Idodai lépegető! Kapuvári fémtelepre keresek jó munkaerőt. Köszönöm. Facsi, neked is köszi még egyszer a 65-öt, és mindannyiótoknak nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Holnap elérkezik a nap, megtörténik, mint olyan valóra válik. Tudtátok, hogyha elég ideig néztek egy chat üzenetet, eltűnik? Na mindegy. Szóval, holnap 14:30-kor
kezdjük a Final Fantasy 7-et végre. Mindenki, aki bevállalja az Ultra Vib módot, és csatlakozik hozzám, vagy hozzánk, annak garantálom, hogy egy maradandó élmény lesz. Remélem, hogy sokan bevállaljátok. Állat lesz. Nem is mondok egyelőre semmi mást, mert tudom, hogy nagyon király lesz, úgyhogy várlak titeket. El nem múló hype-al, sok szeretettel. Végre egy izmos, jó nagy RPG végigjátszást megint megcsinálunk. Így van, be fogok öltözni, Tifának fogok öltözni egyébként Xonier. Azt gondolom, hogy a testalkatomhoz az áll a legközelebb, úgyhogy mindenféleképpen lesz cosplay. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy ma itt voltatok, srácok. Holnap 14:30, gyertek időbe, mert gyanítom, hogy holnap időbe fog kezdődni a stream, aztán csapatjuk neki 1000-rel, pénteken délután meg, illetve pénteken egész nap csapatjuk, délután lesz giveaway. Valószínűleg a pénteki streamet majd előbb abba hagyom, mert hát ugye Forma 1 időmérő van, de az 5-kor kezdődik, tehát nem sokkal, úgyhogy úgy készüljetek, hogy ne fél 6-ra esetek be, mert akkor lemaradtok a giveaway-ről, és nagyjából ennyi. Még egyszer, köszi, hogy ma is rám szántátok az időtöket, srácok. Holnap 14:30. Fél 3-kor itt kell lenni, aktiválni a VIP filtert magatokon, és hatalmasat fogunk menni. Köszönöm szépen, legyen szép estétek, srácok, jó pihenést, szevasztok! Pa-pa!